Balla Irma gyilkosát 15 év fegyházra ítélte a bíróság. A férfi a fideszes önkormányzati képviselőnő szomszédságában dolgozott egy építkezésen. Ki akarta rabolni az asszonyt? Az elkövetéssel először Balla Irma fiát vádolták meg. El is ítélték, majd bizonyítottság hiányában felmentették. Ő most azt szeretné, ha bűncselekmény hiányában mentenék fel. A gyilkossággal vádolt férfit a börtönből hozták a tárgyalásra, ahol egy vagyon elleni bűncselekmény miatt kiszabott büntetését tölti. A tárgyalóteremben ott volt az áldozat fia is, akit korábban elítéltek, majd felmentettek a gyilkosság miatt. Ezt követően került a képbe a szomszéd telken dolgozó férfi, aki a vád szerint egy vasruddal agyonverte Balla Irmát. Miután vádott látta, hogy a sértett életjelet már nem adott, a testét az ágyon található kékszínű préddel fejtetőig betakarta. Ezt követően eltulajdonította a sértett LG típusú mobiltelefonját, egy ismeretlen típusú MP3 lejátszót, valamint az asztalról egy darab 20 ezer forintos bankjegyet. A gyilkosság miatt a férfit a bíróság 15 éves fegyházra ítélte, amelyből feltételesen sem szabadulhat. A bíró ennél nagyobb büntetést nem szabhatott ki a vádlottra. Az ügyészség szerint az ítélet túl enyhe. A büntetésnek ugyanis az a célja, hogy a társadalmat megvédje attól, hogy akár a vádlott, akár más újabb bűncselekményt kövessen el. Az ügyészség álláspontja szerint csak is az életfogytig tartó szabadságvesztés szolgálhatja ezen büntetési cél elérését. Az ügyben korábban megvádolt és elítélt férfit, az áldozat fiát először elítélték, majd bizonyítottság hiányában mentették fel. Azt mondta, hogy ezen mindenképpen változtatni kell. Az én ítéletemet változtassák meg a bizonyíték hiányából, bűncselekmény hiányában. Ez már önmagában egy erkölcsi elégtétel, és ezután lehet tovább gondolkozni bármi másban. A nyíregyházi törvényszék ítélete nem jogerős, az ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.